Sziasztok, Sajt Zsolt vagyok, Tech2-t nézitek innen a 2015-ös Mobile World Congressről, képen pedig a Huawei-nek a Carfi mobil hotspotját láthatjátok, amit egyszerűen a kocsiknak a szivargyújtójával tudunk csatlakoztatni. A termék működése elve nagyon egyszerű, az itt látható lehajtható műanyag ajtó mögött találjuk a SIM kártya foglalatot, ami esetünkben egy mikroszim lesz. Ezen kívül találunk még rajta egy reset gombot, és körülbelül ennyi. Ha megnézzük, akkor itt találunk egy gombot, amit, hogyha behelyeztünk a szivargyújtóba, akkor megnyomva körbe illet fel fog nekünk villanni, és már használatba is tudjuk venni az eszközt. Természetesen támogatja már az LTE hálózatokat is, 150 megabit sebességű letöltési sebességig. Egyszerre 10 eszközt tudunk hozzá csatlakoztatni, ami teljes mértékben elég lehet egy kocsira. Ezen kívül még kapunk rajta egy USB csatlakozót is, szóval még a használata mellett akár töltetjük a telefonunkat is a USB kábelt csatlakoztatva hozzá. A termék különben támogatja a 811.2 BGNS hálózatokat, szóval egy elég gyors Wi-Fi-t fog tudni majd nekünk megosztani, illetve az ára pedig 99 euró lesz. Ez volt tehát a Huawei-nek a Carfi mobil hotspotja innen a 2015-ös Mobile World Congressről. Én Svejt Zsolt voltam, kövessetek minket továbbra is, sziasztok!